Amit tudtad, hogy a paradicsom is nagyon egészséges? Tudom. Sziasztok! Köszönöm. Indítottam egy új live-ot, mert azt tudjuk, hogy nem jó a kapcsolat. Köszönöm. Nem pulyka nyak, csirke. Csirkének vékony a nyaka, nincs nyaka. De itt van életem, ez meg a húsom. Szevasz Imre, papa, mi a helyzet? Semmi különös, most főzött a Timi. Most már tudod, mi a helyzet. Azt mondod, mi újság, nem mész Németbe, vagy most mész? Szia, ne haragudj, indul az autó? Persze! Hogy ne indulna? Gyerekek! Már nem ez volt az első alkalom, hogy kimostuk. Hát ez már nem az első alkalom volt, hogy kimostuk a motorrészt. Hát ezt lehet mosni, gyerekek. Lehet dízelné is, meg benzinesné is lehet. Én néztem olyan kommenteket, gyerekek, hogy mi nem vettétek ki az akkumulátort? Hol az autó? Mosóba vagy nem kell az akkumulátor? Dehogy. Mivel vettem volna ki? Hát meg ízé sincsen. Meg ha levegőzöd az akkumulátort, akkor nem tudod elindítani az autót se. Úristen! A gyerekek, hát... Semmi közön mosás. Lehet mosni. Nincs abban semmi. Remélem, hogy nem sűrűn szabad, de szabad. Ez csak a portó, kosztó. Az olajtó. De nekünk olyan patyol az előről, hogy... Ja. Meg jót tesz a csöveknek is, mert nem rohad el. Így van. Karba van tartva. A portó, kosztó, olajtó, zsírtó, meg ilyen szennyeződésektől nem... Mi a helyzet a szabadányra? Holnap kell menni a klímáshoz. Hm. Tudod, megnézik. Tudod, te meddig tartottam? Jelentelek az evésért. Nem eddig. Te ilyet vagy, akkor ennyi? Sziasztok! Köszönöm. És nézzétek meg, milyen emberek vannak itt. Ezt, hogy jelentelek az evésért. Miért is jelent ez az evésért? Na, erre szokták azt mondani, ez a magyar mentalitás. Hát én nem bírom el a másiknak a pofáját, kilépek és nem nézem. Ennyire egyszerű. Ez az evés, azt írtott TikTokon. Ki mondta ezt? Mi ez már bűnnek számít, ha eszik az ember? Dehogy is. Szivat. Látotta meg minden te észre? Köszönöm. Ja, de az nem. Az engedélyezett, hogy már ez az oldal olyan, mint egy erotikus oldal. Hogy a nők most bocsánat, de pucéron táncolnak meg. TikTok. Én már azért nem TikTokozok. Mm-hmm. Pornó oldal lett belőle. Szia. Légy szíves, esze. Ki? Én. Most mi van? Ne beszélj úgy, mert azért félsz le akkor a TikTok. Ilyen szavakat ne használja. Folyton bombáztok egy állásajánlattal egy tisztáltat cégnél. Ahogy nem jöttem. Ront, ha valaki ki akar innen űzni, jelentik, letiltanak így is úgy is. De még mondod. Kapsz részvény opciót. Az nem elégedett. Köszönöm. Értem. De felé vagyok. Na, látod, már írják is, már... Kell lesz ide.
Ki mondta ezt a hülyeséget nektek, hogy nem lehet enni live-ban? Ne hülyeskedjetek már. Mert fogom, azt letörlöm az egész TikTok hajat, meg letörlöm. Meg fogom szüntetni a TikTokot. Én már nem szeretem, hogy őszinte legyek. Hiába van annyi föliratkozó, vagy mi. Én már nem szeretem. Hát hívjanak, hogy én nyitálra. Úgy is jönnek neked a csomó gyerek. Te vagy. Köszönöm, hogy gondolok. Az fasza. Mi van? Azt nézzétek. Nagyon tuti. Nagyon jó. Szeretni vagyok. Köszönjük szépen. Várjátok, majd meg kell kevernem a tésztát. Nagyon jó. Pörkölt tésztát. Itt van. Adtam hozzá az uborkas halakat. Itt van, csak ez nem látszódik. Na. Nézzed! Azt nézd! Jó kis bőr! Nagyon jó! Jó. Ha én nem törődök senkivel, ki mit ír, vagy úgy, hogy a negatívumokkal én nem foglalkozok. Köszönöm szépen. Szépen bekajálok most. Hát ott nem fáj a fejem, mert folyadék. Tömöm magamba. Igen. Nagyon tele vagyok. Timi főzte. Most live-oztunk a YouTube-on, nézzétek meg. Vissza lehet nézni. Hát oda paradicsom, az nagyon egészséges. Yeah.
Meghaltam. Nagyon finom az íze. De mit kérdeznek? De hovasd már be. Tud, milyen az íze? Te állandóan esze. Jó, persze, hát én úgy eszek, Kica néni. Én mindig így eszek. Jó ízűen. Így. Persze. Ugye? Ez én gyerekeket, én szeretek enni, komolyan mondom. És hálát adok az Istennek, hogy tudok minden nap enni. Gyerekek. Az imádom, szeretem az Istent. Mondom, én szeretek enni, a Timi is szeret enni, ugye? Egy jó ízű van meg minden. Hát azért annyira nem, mint te. Én eszek, amikor éhes vagyok, de ha nem vagyok éhes, akkor csak itt forgatom a számba. Én elmondom nektek. Szóval nem vagyok egy nagy étkő, inkább úgy akartam mondani. Eszek normálisan bármit, meg eszek. Vagy amikor eszek. De ha nagyon ki vagyok éhezve, akkor én is falok, igen. Amikor eszek. Én gyerekek, most lehet ki fogtok röhögni, de én kajak az ízekre koncentrálok. Amikor felszabadul ilyen izé az agyakba, meg az ízlelő bűnbokba. Most nem csinál. És rendesen azért eszek ilyen jó ízűen. És mit érzel most? Érzed a fűszereket benne? Minden. Hm? Uh-huh. Fokhagymát is minden. Uh-huh. Jó íze van? Uh-huh. Hogy tényleg annyira amikor eszek. Rendes, beleszédültem a fajába. Amikor eszek, én kikapcsolom az agyamat. Én tudod, mikor kapcsolom ki az agyam? És mit imádok? Amikor alszok. Én aludni nagyon szeretek, gyerekek. Becsukom a szememet, és imádok aludni. Nagyon szeretek. Köszönöm, köszönöm. Itt vagy Loka Pantera. Úgy írjátok be a YouTube csatornára. Loka Pantera. És iratkozzatok fel, aki még esetleg nem iratkozott fel. Nagyon sok finomságot készített a Timi. Hívni akarnak téged, meg az X-Faktor tehetségkutatóba, vagy hova akarnak hívni? De úgyis. Mint hogy én kajakból szeretek enni. Én rendes élvezem az ételt. De szerintem az a jó, amikor nem az, hogy persze. Leülsz és akkor eszel. Én csak akkor eszek, ha éhes vagyok. Erőszakból nem eszek. Én csak akkor eszek. De akkor esik jó, ha éhes vagyok. Ha nem vagyok éhes, nem esik jó. Vagy mikor? Én szeretek enni. Jó, hogyha valóban elmegyünk, nem így eszek. Én alapból nem így eszek. Csak most annyira jó esik, hogy Itthon. De elmegyünk valahol, nem igazán. De étteremben is mindenhol így fal. De hogy is. Ne hazudj le. Oda tele lettem. Nincs ma húzod? Nincs. Mert én magamnak egy kis szárnyat ide raktam. Ebből esznek szeremem. Akkor takarítasz, úgy egyél belőle babonás.
hogy takarítani fogsz, ebből lesznek. Már azért már normálisan egyéb, de tényleg most nem bozból. De ne a földre szólt ki az ételeket. Hova szóltad ki? Oda mondtam. Hát tésztadarom. Hát te így nem fogsz fogni. Kakós csigák, pörkötök. Te itt vagy, és mégis nézed. Ki? Hogy én hogyan eszek. Ja. Köszönöm. Kapcsolat, nem tudom mi a kapcsolat, de nem látok, innen te el tudod olvasni? Kapcsolat. Dehogy kapcsolat? Kapcsolat. Az a címe. Elég hülye címe van, kapcsolat. Most tettem meg a hús belőle. Szedsz még magadnak? Nem. Csak azért magasz a kis maradékot adok otthon. Na, kotor oda. Gyerekek! De csak a tésztát, a paradicsom. Normális vagy? Te fogod ám főszedni ám. Nem, fölmosni. Csak, bocs. Azt mondtad, hogy azt, de, és kiborult, mert... Hallod, te fogod ám te fogsz ám, hogy fölmosni. Föl? Nem. Nem. Te is kiborítottad. Gyere, mosd itt föl. Ne, gyere, mosd itt föl. Hozd a izét. Gyere, hozzad, mosd föl. Baszd meg, hogy nem hagyott az ember tenni. Gyere, az itt húzd össze. Az előbb én nem így kiabáltam vele. De húzd össze, légy szíves. Mert most meg kellett állnom, te miattad, mert ide lebasztod a tésztát elém. Mindjárt. Na hát akkor gyere, légy szíves, azt töröld fölfele. Na, hát rendesen meg kell állnom a live, te miattad, mert itt fogja a gyerekek, önti át, kaparját, azt a fele meg ide lejött elém. Ezt az egyet nem szeretem, amikor kajálás közben megzavarnak. Gyere, azt húzd össze, szerelem. Nem, húzd össze! Hát mit? A tésztákat, amit ide lejzétál. Hozd a felmosót, azt húzd össze itt. Ha már fogtad azt olyan, mint egy dehánytak volna. Hát azért rendesen koncentrálásban megzavar. Na. Na mindjárt fogom azt megint szedeget tányérra. Mert nem én izéltem föl. Hát az neki bele kaparja a kajáját, mondom neki kaparja bele, a fele meg ide jön le. Nézd meg. De legalább a tésztát szed föl. Ne, húzd össze. Jó, persze, majd megfogom a földön, utána meg menjek kezet mosni. Ne hülyéskedjél már. Majd a földről felszedem szerinted neked a tésztát, utána meg úgy
De ha még egyszer lemered ejteni, a nyakadat kitöröm. Kitöröm, én mindjárt ijedék. Mert te is kézét ad ugyanúgy. Na, hát rendesen meg kell állnom az izé, a kajálásba, mert bezavarsz. Hát igen, bezavarták hajállásba. De nem lehet így enni. Mindig valamikor, amikor eszek gyerekek, vagy álljak föl, hozzak be ezt, hozzak be azt. Így, úgy, amúgy, és nem tudok normálisan kajálni. Én megvárom, hogy megkajáljon, szép kényelmesen, azt majd utána. Na. Na. Már is mentem a koncentrálásból, gyereke. Pont meditáltam kajálás közben. Kimentem a síkomba. Én nem zabálni szoktam, enni szoktam. Annyira ne zabáljunk. Nem, csak nem szeretem, amikor megzavarnak a ajánlásba. Senkinek nem szoktam engedni. Amikor megzavarnak. Én amikor koncentrálok, kikapcsolom az agyamat, és csak az ételre koncentrálok. Így van. Így még húznám a sötétítőt, és sötét legyen. Igazad van. Hát, kérlek szépen, Ramona a helyes vagy, vagy hogy hívnak? Egyéb dél van. Sok az éhez szállt. Te megnálasztottál az oszat? Tessék. Sok az éhez szállítottam, ne bánj. Igen. És én elküzdöm hálat az Istennek, hogy tudok mit annak. Ők csak azért ismerik a McDonald's-os kaját. Az jó kaját. Kérlek szépen. Kezem is zsíros, nem csak a szám. De nyad le, töröd le. Már nem kell már. Én is rántott húsít, rántott hús, rántott tököt krumpli, csubisal csináltam. Ó, az finom. Hát persze, hát a hús, hogy eszed másképpen így, kanállal? Így eszed kanállal? Ezt csak kézzel tudod, és ragad az egész szád, kezed, mindened. Csontod bele. Ezt így kell, hát. Hogy úgy csinál némelyik ember, hogy
azt nem tudom megenni, de most hozok jó kis magtalan dinnyét. Leszek dinnyét is. Hála jó Istennek. Na. Még már enni se lehet. Mi van veletek? Istenem. Milyen világot élünk? Azért melszik az ember, az éjjelen titek. Ti nem vagytok amúgy százasok. Valami elgurult az agyatokban? Sok volt a vakcina? Vagy mi van veletek? Bele is befogok az arcatokba. Ennyit értek, némelyik ember. Na, hozom a kis dinnyét is. Mindjárt jövök, gyerekek. Maradjatok itt el, ne menjetek. Megmosom a kis kacsómat. Na, itt is vagyok, gyerekek. Jó, és jön egy kis dinnye. Ugye magtalan, olyan magtalan, mint ti vagytok. Ilyen magtalan. Na. Nagyon jó. Igen, ez Max szegény. Petike, hívd már föl, mit akar. Nem tudom, mit akar, de mi pihenünk, nem. Én most pihenek róla. Nagyon. Nagyon fön. Jó kis magtalan dinnye, méz, édes. Na jó.
Ez olyan csámcsogok, hogy kimegy a hangszórója. Nem hívok be senkit. Jaja. Lédusos, mi érek? 400 milliárd csillagban egyedül a mi galaxisokban. Ha minden nyílik, egynek lennének. Te van lőve. Közül minden egyik jó, hogy csak egyen létezne élni. És ezek közül minden egyik jó, hogy csak egyen létezne élni. És ezek közül minden egyik jó, hogy csak egyen létezne élni. Igen, baktam. Nézzétek, tiszta lédusos, nézzétek! Fel van lőve! Nézzétek! Így jön ki belőle a lé. Vedd már föl, mert lehet fontos. Ha mondjad neki, hogy pihenünk. Hát én most live-ozok szerelem. Azt kérdezik, hogy mit szeretsz bennem. Mi? Hát nem azt, amikor zabál. Azt ezután egy jó cigi, azt alszok egy másfél, két órát. A tányért is meg ez. Nagyon durva, nagyon finom.
hogy mohón zabász. Te ne csodálkozzál. Nem mohón leszem. Nem, csak mondom, amikor mondod, hogy hányat kell, meg hány ingered van. Akkor tudod, hol a WC. Nem, mi az, hogy kell, hogy hány ingered van, meg hány nap kell, meg a hányás itt van, fönn meg ilyen. Hát, hogy abba vágok még egy tányért pörköltet. Belebasznák volt a fejedbe, mert van. A visszátulásba azért. Nem, ez az így gyorsan. Engem nem tud becsitíteni senki. De ez nekem kedvem van. Ha nincs olyan, hogy becsitít az asszony. Jaj, de most te meg hagyod, hogy uszítsanak ellene. Ez valami büdös olátszik el lehet. Na. Ez is meg volt, gyerekek, a kis desszertke. Nagyon idegesítő, rohadt gyermek. Hát a Dibit idegesítem, akkor titeket. Hogy idegesítesz? Nagy kolbász, nem akarod le szép? Hát még azért kaparom ezt. Csak a levét izom. Szeretem a levét. Jó, befejezted már, pihenni akar. A picsámat is. Szívni, hogy ilyen hangosan. Na. Mindenkinek kellemes napot, és remélem tetszett ez a live. Remélem megijesztetek. Sziasztok!